Több szempontból is rendhagyó volt a Sunshine Nyitse BKG Préma esemérkőzés. Egyrészt a Sziget-Szentmiklósi színekben szereplő vendégcsapatot a tavaly még NB1-bés Debrecen játékosai alkották, másrészt a hazaiak kispadján egy diákolimpiai torna miatt igazoltan távol lévő Kovács Tibor helyett az egyesület elnöke foglalt helyet. A papírforma vendégek mellett szólt, akik 10 ponttal meg is nyerték az első negyedet. A második 10 perc már szorosabb volt, sőt a folytatásban felzárkóztak a nyíregyháziak, de a mérkőzés végére kijött a két csapat közötti különbség. Végül 31 ponttal nyert a BKG Préma Ese, de a hazaiaknak sem kellett szégyenkezniük a teljesítményük miatt. Mindig ott ülök a kispadon a csapat mellett, és nyilván látom, hogy mit játszanak, hogy játszanak, ki mire képes. Ezt úgy meg tudom ítélni. Az aktív a figuráknak a forgatása, használata, az azért még nem megy annyira. Bár azt gondolom, hogy nagyon szépen feljöttünk 5 pontra is a második félidő elején, a harmadik negyedben. De sajnos utána volt egy rövid zárlat, illetve taktikát változtatott az ellenfél is, és nagyon nehéz volt, illetve nagyon tartalékosan álltunk fel. Ez azt jelenti, hogy kb. 7-8 emberrel kellett forgatnom most a mérkőzést, és ez így látszott is, és érezhető volt, hogy a végére elfáradtak. Úgyhogy a dicséret megilleti a fiúkat, mert végig kitartottak, ameddig az energiájukból tellett. Ez egy nagyon erős csapat volt. A nyíregyháziak csapatkapitánya Horváth Bence is elégedett volt a listavezető ellen mutatott játékukkal. Az odavágóhoz viszonyítva már egy sokkal komolyabb ellenállásba ütközött az ellenfél, úgy gondolom a részünkről. Valami hasonlóra számítok a jövőben is. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat, nagyon sokat edzenek, ez kifizetődő játék lesz a jövőben. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a BKG Préma Ese vezeti 12 győzelemmel és egy vereséggel a 8-1-es mutatóval rendelkező Deac előtt. Az 5 győzelemmel és 6 vereséggel 7. helyen álló Sunshine Nyitse pénteken a Deacot fogadja a Bánki csarnokában.